Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, vagy mit érez irántad, és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat, a díjam jóslásonként 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt, vagy mi az ő terve, az középen látható, mégpedig itt felül és alul. Itt ezen a képen van egy bírósági ügy. Mivel itt megjelenik a halál eset, ez lehet egy örökösödési ügy, és itt nyerni fog. De nem biztos, hogy bírósági ügyről van szó, hiszen a kártyáknak mindig van szimbolikus jelentése is. Itt ez a kártya jelentheti a félreértéseket, az is lehet, hogy ő megbántott téged, valami igazságtalannak tűnik. De itt lesz egy ajándék, lesz egy szerencsés fordulat, vagy jóvá akarja tenni azt, amit hibázott. És megnézzük az érzelmeit, az itt látható bal oldalon. Itt ez a kártya jelenthet egy örökösödési ügyet, és pénzhez jut, lesznek változások. De a kártyáknak mindig van szimbolikus jelentése is. Itt a halál kártyája jelenthet régi témákat, vagy azt, hogy ő most lezár valamit. És lesz változás, lesz nyeremény, és lesz egy utazás. Az utazás jelentheti azt, hogy útban van hozzád, vagy lesz egy meghívás, és elvárja azt, hogy te látogasd őt meg, vagy tervez veled együtt egy utazást. Az utazás kártyája néha jelent változásokat, mint például költözködést. És mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? A szerencse beköszönt hozzád, lesz egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Amennyiben te egy hölgy vagy, akkor te jelensz itt meg, te állsz a középpontban, vagy te hozol fontos döntéseket. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt lezárul valami, és ő megjelenik a nyilvánosságon, mások észreveszik őt. Az is lehet, hogy egy régi kapcsolat visszatér hozzá, és összefutnak a nyilvánosságon. Itt a gyermek jelenti a fiatalos kisugárzását, az ártatlanságát, vagy egy új kezdetet, egy új irányt. Néha persze jelentheti a gyermekeket is. Itt a torony, az lehet egy szűkös helyzet, amikor benne érzi magát a toronyban, és keres egy kiútat. Itt lesz egy változás, hiszen ezt lezárja. A torony az lehet egy bírósági ügy, vagy egy hivatalos dolog is. Itt a madarak jelentik a könnyűséget, a mozgást, a vidámságot, a változásokat, és jelenti a kommunikációt, ő közeledik hozzád, beszélni akar veled. Te állsz itt a középpontban, amennyiben te egy hölgy vagy, és ez a fellépés szerencsét hoz neked.
A csillagok utalhatnak egy spirituális területre is. És itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni, vagy jelenti a gyógyító erőt. Lehet, hogy ezen a területen dolgozol, egészségügyi témák foglalkoztatnak téged, akkor ez a levél lehet egy szerződés is, például egy munkahelyi szerződés. Az ő jelenlegi helyzete itt a hegyvidék jelenthet tényleg egy kiruccanást a hegyekbe, vagy jelenti még az akadályokat, de ő intézkedni fog, és az akadályok eltűnnek. A te jelenlegi helyzeted itt valamit lezársz, vagy átteszed magadat a félelmeken. Ez a kártya lehet egy meglepetés is, egy fordulat, amikor nem is számítasz erre. Itt középen látható a magyar kártya, amit a férjem készített. Én mondtam neki, hogy van a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás, és német nyelvű területen van hasonló, ezek az úgynevezett rúnák, és mivel érdekelte ez a rovás írás, készített róla kártyákat. Megnézzük, hogy melyik betű jelenik itt meg, és a régi írásmód, az A betű. Ez lehet például egy helység, Agár. Vagy lehet egy név is, Anna, vagy Antal. Vagy lehet egy fogalom, például angolul tanulni, vagy akkor. Hogy mi jut neked eszedbe az A betűről, azt leírhatod a kommentárba. A régi írásmód itt van középen, hasonló, mint egy P betű. Ez jelenti itt az életutat, ebből kilép, de visszahúzódik. Egy lépés előre, kettő hátra jelentheti ez a szimbólum. Vagy hogy itt lesz egy találkozás, közeledik hozzád, de majd visszahúzódik. Vagy azért, mert egyedül akar lenni, vagy veled együtt szeretné a háttérben, inkább a háttérben lenni, és nem a nyilvánosságon. Hogy mi jut neked eszedbe erről a szimbólumról, ezt is leírhatod a kommentárba. Vagy ha tetszett a videó, akkor örülök annak, ha lájkolod, vagy jelentkezel a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dende rám!